41, közte 28 NB-s osztályban töltött szezon tudhat maga mögött a költségdíjese felnőtt csapata, amelynek élén Hadovás István állt az elmúlt 4 évtizedben. A legutóbbi bajnokságban a 7. helyen zárt az NB2 északkeleti csoportjában a Költségi, amely a 2019-2020-as szezonban nem indít felnőtt csapatot. A szakember szerint nem volt más választásuk. Egy nagyon nehéz és fájdalmas döntést kellett meghoznunk. Természetesen megbeszéltem a csapattal, a játékosaimmal, viszont úgy gondolom, hogy ez volt az egyetlen értelmes döntés. Sajnos az utóbbi 2 évben rengeteg sérülésünk volt, és ez a folyamat ez nem állt meg. Olyannyira nem, hogy az idei kezdésre egyetlen egy írdésmond, egyetlen egy felnőtt játékosunk maradt, aki épp. Márkus Gizit megműtötték, abba kellett hagyni a sportot, Papandinak gerincsérve van szintén, Tilki Andi anyai örömök elé néz, Kelemen Gréta, Katona Kriszti tovább tanul, munkahelyi elfoglaltságaik vannak, ami miatt sajnos abba kell hagyniuk a sportot. 3-an leérettségiztek, Gyimesi Lola, Tóth Gréta sérülés, hosszú sérülés műtét után lábadozik. Egy szó mint száz, egyedül Ruska Zsófia maradt a felnőtt korosztályú versenyzők közül, és természetesen megmaradtak az ifik is, de én úgy gondolom, hogy mindent mérlegelve most jelen helyzetben felelőtlenség lett volna felnőtt bajnokságban elindulni. A felnőtt csapatot nem is indít a Költségi, a DSE nem tűnik el a sportág térképéről. Az NB2-es ifi bajnokságban természetesen indulunk, semmit nem változtatunk egyébként, tehát gondolok az edzés számra, gondolok az edzés terhelésre, ugyanolyan komolyan fogjuk venni. Én remélem, hogy jók leszünk, bár félek attól is, hogy a megmaradt játékosainkat csábítgatják majd a többi NB2-es és magasabb osztályú együttesek. Kíváncsian várom, hogy ez hogy sikerül megoldani. Ráadásul megszűnt a kettős játékengedély, így a sportcentrumos gyerekek kettős játékengedélye a jövőben nem megvalósítható. Én azt gondolom, érzek egyrészt magamban annyi erőt, hogy újra talpra álljunk, és aztán majd meglátjuk egy év múlva, átgondoljuk a lehetőségeinket. Az anyagi bázis és minden egyéb rendelkezésre áll, ez egy kimondottan szakmai döntés volt. Az ifjúsági csapat augusztus elején kezdi el a felkészülést, a bajnokság pedig szeptember közepén kezdődik a Költségi DSE fiataljai számára.